A Kosztolányi Dezső Színház színésze Mészáros Gábor és barátai magyar népzenével köszöntötték a bemutatóra érkezőket. A házigazda Kosztolányi Dezső Színház és a temesvári Csiky Gergely Színház közös produkciója, a Magyar című előadás került színpadra szerda este. A társulatok tagjai nem először találkoztak már, de az előadás új kihívások elé állította őket. Találkozik az ember egy fájdalommal, félelemmel is, meg fájdalommal. És ezzel nagyon nehéz szembenézni. És most utólag úgy látom, hogy lehet, hogy ettől a fájdalomtól való félelem miatt volt az, hogy az elején kicsit ilyen fenntartásaim voltak ezzel a témával kapcsolatban. A felkészülés során az előadóban nem várt kérdések fogalmazódtak meg. Nem feltétlenül a magyarsággal kapcsolatban, hogy én, mint magyar, hogy létezem, hanem én, mint ember, meg hogy a gyűlölet, mint olyan, milyen szinten van jelen bennem, vagy mik a félelmeim. A Magyar című előadás nem kínál válaszokat, sokkal inkább elgondolkodtat és érzelmeket akar kiváltani a nézőkből. Nekünk feltétlenül nem azt jelenti, mint amit elmondunk, mi kérdéseket teszünk fel, és mutatunk egyfajta kérdés lehetőséget. Nyilván mindenkinek magának kell eldönteni, hogy ezt ő hogy értelmezi, és hogy keresi meg magában a saját maga válaszát. Az élő hangszerek ismét fontos szerepet játszanak Urbán András legújabb előadásában. Urbán András rendező szerint a két társulat egybefolt a produkció idejére. Mindenki nagyon, nagyon keményen ment, és ment szembe, akár önmagával, akár azokkal az akadályokkal, amik érték. Ugye azért ez egy nem fájdalommentes próbafolyamat, tehát amikor az ember a saját identitását boncolgatja, illetve annak a fontosságát kérdőjelezi meg, vagy pedig éppen nem tartja fontosnak, és elkezd fontossá válni a számára. Tehát ezek nem olyan dolgok, amik érzelmileg ne lennének terhesek, és ezzel nagyon, nagyon komolyan mentek végig a színészek. A Kosztolányi Dezső Színházban nem csak bemutató volt szerda este, az évadot is elbúcsúztatta a színház és hűséges közönsége.